Mit csináljak, ha elromlott a vibrátor? Emiatt reklamálhatok a webshop ügyfélszolgálatánál? Abszolút igen. Sőt, itt is érvényes, hogy van egy kötelező elektronikus termékekre érvényesítő garancia, amit az állam a fogyasztóknak vállal. Ennek más-más határértéke van, attól függ, hogy milyen értékű volt a termék, de jellemzően a motoros termékekre általában az szokott lenni, hogy egy évet kell vállalni. Ugye speciális az eset, mert a szexuális segédeszközök azok higiéniai terméknek minősülnek, ez alatt ért az, hogy olyan, mint egy női fehérnemű, vagy esetleg olyan, mint egy étrendkiegészítő, vagy egy kozmetikum, az, hogy megbontottad, és neked valamiért nem jó az a vitamin, vagy felhúztad azt a bugyit, és azt nem tudják visszavenni a boltok, mert utána nem lehet higiénikusan újraértékesíteni. Viszont a vibrátorok esetén általában, mivel az motoros terméknek minősül, azokat visszaveszik, és utána a gyártókkal ők utána elszámolnak, hogyha gyári hibás ez a termék. Viszont, hogyha te meggondoltad magadat, mert kipróbáltál egy vibrátort, és élsz a 14 napos elállási jogoddal, de alapvetően a vibrátornak nincsen semmilyen problémája, az nem fog működni. Arra van jogod, hogy megkapod a terméket, felbontsd, megnézzed, azt mondod, hogy hát ez valamiért nem szimpatikus, de nem használtad és megtartod az eredeti dobozát, az összes kiegészítőjét, összetevőjét, majd higiénikusan visszajuttatod a sexshophoz, akár hozzánk is ide a sexhotel.hu-hoz, annak visszafizetjük az árát, de fontos, azt nem szabad használni, úgyhogy ehhez tartsátok magatokat.